Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 29-ig. Itt ezen a képen látható, hogy valami elszomorít téged. Vannak gondok, problémák, ami félelmekhez vezethet. De rohanj el ezektől a negatív érzelmektől, mert ez blokkol téged. Lehet, hogy valaki támad rád, de ez a harc lehet egy belső harc is, hiszen itt vannak most a megújulások. Itt látható a sötétebb szín, a világosabb szín, az jelenti a negatív érzelmeket, és a másik oldalon ott vannak a pozitív érzelmek. Nagyon fontos itt a gyógyító erő, hiszen a negatív érzelmek betegítenek. És a pozitív érzelmeknek van gyógyító hatása, hiszen itt van ez az isteni forrás. A negatív érzelmek, félelmek, kétségek, bűnbánat, féltékenység, irigység, gyűlölködés. Lehet, hogy ez kívülről jön, de te érzed azt, például, hogy valaki irigy rád, vagy utál téged, de akkor ne foglalkozz ezzel a személlyel, ne foglalkozz ezekkel a negatív érzelmekkel, hanem nézd ezt a világos oldalt, ahol itt kivirágzik valami, és itt a pozitív érzelmekről van szó. A hála, a lelkesedés, az életerő, az élet élvezete, a bizalom, a szeretet, a szerelem. Sőt, itt megjelenik, itt ez a kártya, szerencse a szerelmi élet területén. És itt látható ez a szertartás, egy szerelmi szertartás, aminek van gyógyító ereje is. És ezen a képen észrevesszük Pütiát. Pütia az a régi görög mitológiában az Apolló templom előtt ott jósolt Orákel von Delphi. Tehát Pütia az egy jósnő, és mit jósol Pütia nekünk, hogy itt megvan a gyógyító erő. És itt lesz szerencse a szerelmi élet területén. Itt lesznek kereskedelmi kapcsolatok, javul az anyagi helyzet. Ez olyan itt, mintha kilépnél ebből a tojásból, ez jelenti az újjászületést. De ez fontos, hogy észrevedd az érzelmeket. Lépj át a negatív érzelmeken, és éld a pozitív érzelmeket. Mert ez itt a forrás, egy isteni forrás, ami a te belső hangod, a belső erőd, az intuíciód, az inspirációd. És ha most valamit indítasz és elültetsz, akkor az kivirágzik. És itt látható Szűz Mária Jézus Krisztussal, tehát vannak itt vallási témák is, amit ez a kép még mutat valakinek vagy valaminek a születése. Ez lehet egy kisbaba születése is, de az is, ha te itt elültetsz valamit, indítasz valamit, akkor itt ez megvalósul. Itt lesznek a megújulások, itt lesz egy újjászületés, ugyanúgy, ahogy itt is ez látható. Nem csak a szerelmi élet területén, hanem ami a munkát és az anyagiakat illeti. Itt két hölgy van, együtt hatnak, az egyik jelenti a nőiességet, a másik pedig a kapcsolatokat, az információt, a kommunikációt. Ez is nagyon fontos.
és bízhatsz abban, hogy ő közeledik hozzád, megérint téged, keresi a kapcsolatot, beszélni akar veled, hiszen itt látható Merkur bolygó energiája. Ez nem csak a párkapcsolatra utal, hanem az anyagiakra, kereskedelmi kapcsolatokra is. Ami még nagyon fontos, arra utal itt ez a kép, a szertartás, a gyógyulás, és itt van a termés, tehát amit most indítasz, az termést hoz, nyereményt hoz számodra. Ezek értékek, nem csak az anyagiakat illetően, hiszen itt lesznek kereskedelmi kapcsolatok is, hanem ami a párkapcsolatot illeti, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra. Itt lesz egy fordulat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!